hogy mesél el, hogyan sikerült eljutni Belgrádba a parlament elé. Nehezen. Röviden is velősen. De bővebben csütörtökön reggel 9 órakor indultunk. Lejutottunk Zrenjanin nagybecskerek alá Csentáig. Ott a rendőrök elzárták a Temesen át vezető hidat. Akkor megpróbáltunk elmenni Opovónak Baranda felé, tehát másik hídra. Mire odaértünk, a rendőrök szintén azt a hídat is lezárták. Akkor ott voltunk annál a hídnál 3-4 óra hosszat, utána visszajöttünk Csentára. Aztán tegnap meg úgy döntöttünk itt a Attilával meg a Zolival, hogy megpróbálkozunk, hogy meddig tudunk eljutni, és egy másik útvonalon sikerült bejutni egészen Belgrádba, parlamentbe. Akkor ezek szerint egész úton téged semmilyen respekt akkor nem állított meg? Találkoztunk 4 helyen is rendőrökkel, de nem állítottak meg. És amikor a parlament elé értél, akkor mi történt? Semmi, leparkoltuk a traktort, és akkor csináltunk ott egy-két fényképet. Róla akkor az ott lévő rendőr megkért, hogy álljunk át a túloldalra. Átálltunk a túloldalra, akkor jött oda több rendőr, gratulált, hogy sikeresen bejutottunk. Elmúlt egy 40 perc, akkor már nem gratuláció érkezett, hanem megérkezett egy rendőrfőnök nő, 4 kocsi rendőrre, és akkor ők megpróbáltak bennünket megfelelően említeni, hogy ha nem hagyjuk el Belgrád területét, akkor előzetes letartóztatásba helyeznek bennünket, hasonló dolgok, és akkor mivel tényleg középület előtt, meg ott nem volt kijelölt parkolóhely se, ezért megindultunk kifelé a parlament melletti utcában, a főpostán és a főposta parkolójába egyenesen behajtottam, és ott becsuktam a traktort, vettem parkolójegyet, és akkor ott ment utána megint a gyomrozás, úgymond. Ugyanis minden áron azt szerették volna, hogy mi kimenjünk Belgrád területéről. Még a slepszlúzsbát, hogy mondják, hogy elszerették volna vontatni a járművünket, ugyanis 2 parkoló helyet fogott el a traktor, de hát én 2 helyre is küldtem el a parkolójegynek a megvásárlásakor az üzenetet. Úgyhogy mikor kijöttek, nem sikerült elvontatni a traktort. Ha itt lett akkor egy olyan kicsit csakmat dolog, hogy nem tudtak velünk ugye mit kezdeni, ott se mertek hagyni bennünket, közben jöttek a különböző hírügynökségek, Bettat anyjuk, az RTS, készítettek ott velünk riportokat, a rendőrök megbarátkoztak velünk, kivéve ezt a főnöknőt, de hát miután szóltunk pásztor úrnak, hogy valamit csináljon, már kezd meleg lenni a helyzet, utána állítólag ő beszélt a belügyminiszter úrral, és utána békén hagytak bennünket. Az illetékes mezőgazdasági miniszter szóba állt bennünket. Az illetékes mezőgazdasági miniszter sajnos nem állt szóba. Mai napra meg volt ígérve, hogy 100 traktort beengednek Új-Belgrádba, és ott fogja fogadni a traktorosokat és a képviselőket a mezőgazdasági miniszter, valamint a belügyminiszter. A belügyminiszter az ott volt, de a mezőgazdasági miniszter arra sem méltatta a gazdákat, hogy fogadja őket. Mik a terveitek a továbbiakban? Végül is át van adva a javaslatunk, 4 pontban van megfogalmazva. A pontok a következőek, a záfás számlázásnak a pénzösszegbeli határát, hogy 4 millióról 8 millióra emeljék fel, az üzemanyag felvételét tegyék lehetővé július 1-ig, a támogatás területalapú maradjon
és 12 ezer dinár, valamint, hogy a falvakra vidékfejlesztési program, ami el van fogadva még tavalyi februárjában, 2011 és 2013 között, ehhez tartsák magukat, ahogy ottan az le van írva.